Jó estét kívánok, kedves nézőink! Köszöntöm Önöket! A Sárvári Televízió Pénteki Mozaik című műsorát látják. 10 éves a láthatatlan Sárvár kulturális online webfelület. Az elmúlt 10 esztendő jó alkalom lehet arra, hogy visszatekintsünk, de a megújulás időszakát is elhozhatja. Beszélgetésünk végére kiderül, hogy mit is tartogat a 2016-os esztendő az olvasóknak és a szerkesztőknek. Köszöntöm a stúdióban Benkő Gábort és Tóth Zoltán, a kulturális webterület szerkesztőit. Ugye arról beszéltünk, hogy 10 évvel ezelőtt, 2006 tavaszán indult el a láthatatlan Sárvár, amely mára már nagy népszerűségre tett szert, nem csak Sárváron, de azt gondolom, hogy a megyében, a környéken is. Hogy indult, honnan jött az ötlete, honnan származik az, hogy láthatatlan Sárvár? Így a mai felfogásunk szerint igazából már visszaemlékezni is elég nehéz azokra az időkre, amikor még nem a közösségi oldalak határozták meg a egy-egy program sorsát, vagy akár nyugodtan mondhatom az életünket is. 2006-ban, amikor én a Nádasdy Vár Művelődési Központba kerültem munkatársként, szembesültem azzal a problémával, hogy amúgy nagyon színvonalas eseményeink sajtó jelenléte hát némi kívánivalót hagy maga után, és ezért folyamatosan kilincselni és szinte könyörögni kellett mind a megyei, mind az egyéb régiós sajtóorgánumoknak. És ezen felül tulajdonképpen plakátok voltak akkor semmi egyéb, hiszen nem rendelkezett a város, illetve a művelődési központ olyan napra kész magazin felülettel, ahol ezeket a programokat igazából közre tudtuk volna adni. És ez a hiány szülte az ötletet bennem, és hát tényleg az első körben nagyon kicsiben és nagyon egyszerű módon gondolkodtam, akkor még tulajdonképpen közösség nem is volt az egész mögött, egy személyes partizán akcióként nyitottam egy ingyenes blogfelületen tulajdonképpen egy blogot, aminek ott hirtelen felindulásban azt a nevet adtam, hogy láthatatlan Sárvár. Miért ott láthatatlan? Pontosan ezért, hiszen ott voltak ezek a nagyon jó programok, és szinte láthatatlanok voltak a sárvári közönség számára, mert tényleg nagyon kevés helyen propagálták őket. És erre a webfelületre aztán elkezdtem fényképekkel tarkított beharangozókat feltölteni. Aztán hamar kiderült az is, hogy ezt a blogot bizony olvassák, és arra is igény van, hogy egy rendezvény lezajlotta után esetleg olvassanak róla egy kis tudósítást, néhány képet. És akkor jött a képbe a segítőm, aki rögtön az első körben, meg 2006-ban csatlakozott az egész kezdeményezéshez, mint fotós munkatárs, aztán később nagyon kinőtte magát funkcióban is, és így elindult valami, amiből aztán közösség lett. Zoli, te hogy emlékszel a kezdetekre? Miért döntöttél úgy, hogy csatlakozol ehhez a csapathoz, vagy akkor még Gábor tevékenységéhez? Én az indulás után 2 hónappal találtam rá az oldalra, és pont úgyhogy egy rendezvény után kerestem az interneten, hogy mikor lesz, kik lesznek a fellépők, és megtaláltam, a rendezvényen részt vettem, és akkor volt az első fényképezőgépem, amivel csak a baráti társaságot fényképeztem, meg a koncertről is készítettem pár képet, és másnap jöttem rá, hogy ezen az oldalon meg is jelenhetnek ezek a képek, és akkor küldtem el az első e-mailt, hogy én szívesen publikálnám a fotóimat az eseményről, és ebből lett rendszeresség. Amúgy is ott voltam a rendezvényeken, amúgy is fotóztam volna, és így kerültek ki az első publikált fotóim. Akkor tényleg csak egy kis kompakttal dolgoztam, ahogy láttam, lőttem, nem nyúltam utólag a képekhez, viszont ez elindította a felén, hogy ha már van egy felület, ahol publikálhatok, akkor miért ne tanulhatnám ki mélyebben a fényképezést, és ekkor kezdtem el utána olvasni, később vásárolni egy nagyobb tudású gépet, és ez a folyamat talán még most is tart, mert minden helyzetben az ember tanulhat újat, folyamatosan vásárolok új eszközöket, és később a 2009-ben, sőt már előtte, a blogon azért már voltak dolgok, amikhez szerettünk volna hozzányúlni, szerettünk volna egyénire szabni, és ekkor én másik hobbimat vettem elő, az informatikát, és így a weblapszerkesztést bemélyültem bele, és amennyire engedte a blog, belenyúltunk, megcsináltuk a kis igényeinket,
és végül is 2009-ben volt, amikor csináltunk egy nagyobb belenyúlást. És ekkor már nem csak a művelődési központ programjai jelentek meg ezen az oldalon, hanem vállalatfeladatotok lett az, hogy tulajdonképpen a városi valamennyi programot igyekeztetek megjeleníteni. Így van, ez igazából kezdettől így volt. De azért mondtam, hogy ezt nehéz ma elképzelni, hiszen akkor tényleg szinte egyedül voltunk ezzel a tevékenységgel itt a környéken, legalábbis online tekintetben. Aztán a később a kihívás ugye az volt, hogy azt a figyelmet, amit ezzel kaptunk, hogy egyedüliként erről tájékoztatjuk a nagy érdeműt, akkor is fent tudjuk tartani, amikor már kezdett megjelenni több úgymond vetélytárs és ezen a téren. Tehát ezért is volt szükség arra a szemléletünkre, amely szerint egy ilyen online felület 3-4 éven belül elavulttá válik, és mind esztétikai alapon, mind technikai alapon szükséges, hogy az újításokat figyelembe véve megváltoztassuk a felületet, és ettől reméltük azt, hogy egyrészt megtartjuk az olvasói figyelmet, másrészt talán tovább is tudjuk azt generálni, és eddig igazolta a tapasztalat ezt a feltevésünket, és mind a mai napig ez a mottónk, hogy 3-4 év a szavatossága egy felületnek. Érdekes az is, hogy egy igazi közösség szerveződött a kulturális magazin köré, és az elmúlt 10 évben sikerült megtartani ezt a csapatot. Mi ennek a titka? Mert ugye azért a lelkesedés hamar elfogy az emberekbe, de úgy tűnik, hogy ebben az esetben nem. A titka az talán valamiféle egészséges fluktuáció, tehát voltak nálunk is olyanok, akik nagy lendülettel belefogtak, hogy ők majd cikkszerzők lesznek, fotósok lesznek, voltak, akik ezek közül már eltűntek, hiszen középiskolás hevülettel belefogtak, aztán továbbtanulás elvitte az egészet, de az a szerencsénk, hogy mindig sikerült a helyükre újakat megfertőznünk ezzel az egésszel. A közösség az ahogy a kollégám említett, a 2009-es nagy váltás környékén merült fel, mint igény, hiszen akkor szembesültünk azzal, hogy ketten már bizony kevesen vagyunk ahhoz, hogy ez valóban napra kész maradjon ez az oldal. Tehát nem tudunk egyrészt az összes eseményen, pláne az egy időben zajló eseményeken ott lenni. Kellett a segítség, ezért szétnéztünk először ismerősi körben, szóba kerültek az iskolák, akikhez kiküldtünk érdeklődéseket, és a megoldás végül ez a láthatatlan Te a Szerdák nevű kezdeményezés lett. Ez nem szólt másról, mint hogy minden hét szerdáján a Nádaszsivár Pince klubjában Tea mellett összegyűltünk néhány olyan fiatallal, akik éreztek magukban indítatást arra vonatkozóan, hogy részt vegyenek a kulturális eseményeken, és talán egy kicsit tudják azt alakítani, és olyan szinten, hogy legalább a beszámolóiban részt vesznek, és ez örömet okozott nekik, és ezek a Te a Szerdák egyben kis szerkesztőségi értekezleteként is funkcionáltak. Egészen addig, amíg, mint mondtam, ez a közösség, így mivel jobbára egyetemistákról, középiskolásokról volt szó, így ezért szétszélett. De szerencsére megtaláltuk az utódokat, és ebben továbbra is a civilség, a nyitott szem, a nyitottság maga segített minket. Amikor alakult a fotóklub például, akkor onnan többeket is be tudtunk csábítani, hiszen a fotós az olyan, aki szereti viszont látni a fotóit minél nagyobb nyilvánosság előtt, és nem biztos, hogy kielégíti a közösségi oldal nyilvánossága az igényeit, és szerencsére sikerült innen több kollégát is megnyernünk, akiket most már nyugodt szívvel nevezhetünk kollégának tényleg. Országos ismertséget is kapott a láthatatlan sávvel, hiszen azt gondolom a zsírzárlat projektetek mellett nem lehet szó nélkül elmenni. Te voltál az egyik tagja. Ez már egy következő állomás volt. Ahogy beszéltük, hogy ez a 2009-es kék ruha volt a 2.0-as, akkor ez a 3.0-as verzióhoz köthető már, amikor szintén ugrottunk egy szintet magunkhoz képest. És ebben az időszakban került be a figyelmünkbe az életmód és a kifejezetten kulturális programok mellé, hiszen egy tágabb értelembe vett kultúrába beletartozik az egészséges életmód is, illetve hát annak egy kisvárosi vetülete is. És egy kis gerilla akció jutott eszembe, volt egy kis túlsúlyom, illetve volt olyan ismerősöm, akinek szintén,
És gondoltuk, hogy hát akkor indítunk egy olyan sorozatot, ami máshogy fogja megmutatni egy életmódváltás folyamatát, mint ahogy az megszokott volt, és mint egy valóság show szerűen kis tudósításokat adunk le arról, hogy napról napra mi történik velünk, fényképes beszámolók, kis videók, és úgy tűnik, hogy ezzel tényleg akkor megfogtuk az Isten lábát, hiszen felfigyelt rá tényleg az országos média, és a kereskedelmi televíziók is érdeklődtek, többször is jöttek forgatni az eseményről, és ennek a hatása aztán mérhető is volt. Tehát, marketing szempontból sem. Hogyne, azért mondtam, hogy ez egy kis partizán akció volt, hiszen figyelmet irányított magára az oldalra is, és amikor például lement a kereskedelmi tévés híradónak az adása, akkor ránéztünk a statisztikára, ami tényleg így meglódult, és jöttek a látogatások, és csak pörgött. Ennek ez volt az egyik oka, nyilván amellett, hogy valóban fontosnak tartjuk az életmódot azóta is. Erről a zsírzárlat projektünkről ennyit. Keressük a további ötleteinket, amikkel szintén tudunk ekkor átugrani. Nem árulok el titkot, de vannak a tarsolyánkban. Zoli, időközben a láthatatlan sárvár tulajdonképpen egy lapcsaláddal nőtte ki magát, hiszen más weboldalak is kapcsolódtak hozzá hasonló arculati elemmel. Így van. Ez 2012-ben nem csak egy oldalt akartunk csinálni, hanem szerettünk volna a Üvedés Központhoz csatolódó kluboknak is felületet adni, és ezt beépítettük akkor a láthatatlan sárvárban. Ugyanaz volt a kinézet picit, kicsit más volt, más menüpontokkal jelentek meg ezek a felületek, ez volt az AZK és a folklórnapok. Később mind a két oldalt kivettük, mert rájöttük, hogy sokkal egyszerűbb és sokkal szebb kezelni külön-külön oldalon. Úgyhogy mára már azoknak is külön weboldaluk lett. Ez igazából mondhatni, hogy tavaly készült el mind a két klubnak, fesztiválnak és klubnak a külön weblapja. Úgyhogy őket nem szerettünk volna ebbe bent hagyni, mert nekik gyakorlati okai voltak igazából, tehát jó ötlet volt az elején ez a mutációs megoldás, aztán rájöttünk, hogy például egy fesztivál esetében azért egy látogató sokkal, sokkal színesebb, nagyobb képes megjelenést kíván, mint ahogy mi az akkor az első verzió szerint felkínáltuk, és ezért inkább leválasztottuk az arculatról, de a kapcsolat természetesen megmaradt, tehát ugyanúgy lapcsaládhoz tartozik a folklornapok.hu és az azk.hu is. Mind a kettőt mi kezeljük. Igen. Eltelt ugye 10 év a működésbe. Mennyire jegyeztétek mondjuk a hiányosságokat, a visszajelzéseket, ezeket a tapasztalatokat összegyűjtöttétek valamilyen formában? Hogyne, hát ez a legfontosabb egy ilyen kezdeményezés esetében, hogy reagáljunk, illetve első körben, hogy gyűjtsük az olvasói visszajelzéseket, és ezért tényleg meg is tettünk mindent. 2012-ről beszélünk a 3.0-as felületről, ez az az időszak, amikor ez a bizonyos kék közösségi oldal már nagyon benne volt a köztudatban, és mindenki használta. Egyrészt innen érkező visszajelzéseket is tudtunk fogadni, másrészt pedig ez külön kihívást jelentett, hogy megviaskodjunk annak az egyed uralmával. Meg természetesen a legkritikusabbak az oldallal szemben saját magunk voltunk, hiszen mi dolgoztunk vele nap mint nap, és amikor egy-egy korábbi bejegyzést visszaolvastunk, és láttuk, hogy mit csináltunk rosszul, ezeket mind feljegyeztük. Volt egy közösen szerkesztett, megosztott listánk, ahova az összes, akár gyakorlati, akár esztétikai megjegyzésünket, kritikánkat feljegyeztük, természetesen olvasói részről is. És hát ezek nagyon sokat segítettek abban, hogy aztán a következő fejlettségi szintet meg tudjuk álmodni, tehát legyen hozzá egyáltalán kiindulási alapunk. Ez az egyik része a visszajelzéseknek, a másik része pedig már a kellemesebb, amikor kommentekben érkezik például a költészet napja után az egyik József Attila díjas szerző kommentelt egyik cikkünk után egy olyan szívet melengető hozzászólást, amihez hasonlók egyszerűen igazolnak minket abban, hogy ezt valóban érdemes így önkéntes alapon mindenféle fizetés nélkül is csinálni. Ennyit a visszajelzésekről talán.
összegeztétek a tapasztalatokat, visszajelzéseket, és elérkeztünk 2016-hoz. Mire számíthatnak az olvasók, mit terveznek a szerkesztők? Lesz-e megújulás az idei esztendőben? Lesz megújulás, mondhatni már három évvel ezelőtt elgondoltuk, hisz beszéltünk erről, hogy három évente újulunk meg. Amikor 2012-ben létrehoztuk az oldalt, akkor már kezdtük írni azt a listát, hogy mit felejtettünk el, mit nem valósítottunk meg, vagy mit nem tudtunk megvalósítani, mert a rendszer, amiben dolgozzunk, azt akkor kezdtük el megismerni, mára meg már kiismertük, és a három éves tapasztalat alapján összegyűjtöttük az összes igényünket, és ezeket szépen felépítettük. Most mondhatjuk, hogy egy kemény három hónapos kemény munka van mögötte. Így január elején ültünk először, hogy akkor csináljuk meg. Már egy évvel ezelőtt elgondoltuk, hisz tudtuk, hogy lejár az a három év, akkor még nagyon sok minden közbe jött, de évelején már nekiálltunk gőzerővel. Több szempontot néztünk. Az egyik az volt, hogy kell-e nevet változtatnunk, vagy nem. Mert a legnagyobb probléma talán az volt, hogy hosszú ez a név, most már nem is aktuális, ami nekünk így nagy van, öröm volt. Nagyon is látható a felület. És ezt kellett végig gondolni, hogy bemerjük-e vállalni, hisz a köztudatban volt, már egy márkánk volt. De úgy gondoltuk, hogy meglépjük, és egy új márkát csinálunk. Mi is ez a márka? Megtudhatjuk-e a mai adásban? Hamarosan megtudhatjuk, igen. Hoztunk itt egy leleplezésre váró logót, amit nem tudom, akár most is. Most is akár leleplezhetjük, akkor. És akkor konkrétan tudni fogjuk, hogy miről is van. Igen, hasz, és akkor beszél. Ennek szellemében tudjuk folytatni majd a beszélgetést. Akkor megkérünk Roberta, hogy... Akkor szabad leleplezni? Sárvárikum. Sárvárikum.hu. Gratulálunk, és akkor most a részleteket is szeretnénk megtudni, mi is az, hogy Sárvárikum, honnan jött az ötlet. Tehát ez azt jelenti, hogy a jövőben nem láthatatlan sárvár.hu néven, hanem sárvárikum.hu néven fogtok működni. Pontosan. Akkor erről az ötletről, ha egy kicsit mesélnétek. Részben a kolléga itt már elmondta a váltás szükségességét, meg részben én is, hiszen mondtam, hogy 2006-ban, amikor elindult az első blog, akkor még az egy nagyon naív hozzáállás volt, és egyáltalán semmiféle tudatos tervezés nem előzte meg azt, hogy olyan márkanevet találjunk, ami egyszerű, kifejező és mindenki számára érthető. Itt a működés során, 10 év során nagyon sokszor szembesültünk azzal, hogy nagyon sokan elismerőek a honlappal kapcsolatban, de főleg azok, akik nem sárvárjak, más városokból érkeznek, egyszerűen nem értik, hogy mi ez a láthatatlan sárvár, miért ez. Tényleg valóban hosszú is, le kell betűzni a telefonban, és szinte mindig meg kellett magyarázni. És ez semmiképpen nem jó egy márka esetében. Sokan féltettek minket ettől a váltástól, de azt gondolom, hogy ez a szó, hogy sárvárikum, önmagában kifejezi azt, amiről mi szólunk. Egy igazi hungarikum. Hozzátartozik az igazsághoz. Én ezt a szót először a Művedési Központ korábbi igazgatójától, Tóth Ferenc Vislitől hallottam, illetve olvastam, egy kiadványban használta, és már akkor nagyon megtetszett, hiszen tényleg azonnal értem, hogy mire gondol, tehát az összes szellemi és a helyhez, a hely szelleméhez kapcsolódó értékes dologra. Valóban, mint a hungarikum tekintetében, és azt gondoltuk, hogy erre azonnal le kell csapni. És elkezdtünk ezen dolgozni, és fontos szempont volt, hogy legyen egyfajta folyamatosság a kettő között. Ezt úgy értem, hogy arculati tekintetben, tehát a két logó ne két teljesen különböző logó legyen, hanem látszódjon az, hogy az egyik a másikból következik, közük van egymáshoz. Olyan színeket használtunk, olyan formavilágot használtunk. Tehát, ha itt megnézzük, akkor az új logóban ez az S betű, ez a láthatatlan ellenséből az S betű, és a két szín tulajdonképpen az önkéntesre és az összefogásra utalóan két egymásba forduló kezet jelképez számunkra. Úgyhogy arról pedig, hogy ez a váltás mennyire lesz könnyű vagy nehéz, mi egyáltalán nem félünk ettől, hiszen erre azért vannak már ma technikai megoldások, hogy aki továbbra is a régi URL sort, weblap címet fogja beírni a böngészőjébe,
természetesen az is oda fog találni az új felületre, hiszen egy átirányító linket fogunk elhelyezni majd a láthatatlansárvár.hu-ra. Él tehát a láthatatlansárvár.hu és a sárvárikum.hu is fog majd élni az átadás után. Azt gondolom, hogy ez az egyszerűség és a kifejező mi volt, amiatt is hamar be fog épülni az emberek emlékezetébe. Ma már mindenki okostelefonon, tableten nézi a honlapokat. Technikailag ez az új honlap mennyire fog ezeknek az igényeknek megfelelni? Igen, ez volt a második, ami miatt mindenképp váltani szerettünk volna. Az egyik a hosszú név, a másik pedig, hogy nem voltunk mobilbarátok. A honlap nem igazodott a különböző felbontásokhoz. Az új felület már fog. Tehát a lista, ami elkészült az elmúlt évtizedben, annak a hiba jegyzéke megújította ezt a honlapot, beépültek-e, levontátok-e a tapasztalatokat? Szinte mindent lehúztunk arról a listáról, sőt, még időközben írtunk is hozzá, és már azokat is majdnem mind lehúztuk, úgyhogy mondható, hogy szerkezetkész ez az építmény, amin most itt tényleg 3 hónapig nagyon intenzíven dolgoztunk. Csak néhány gondolat amellett, hogy ez a mobilbarát megjelenés bejött, sokkal-sokkal tudatosabb felépítménye lett az oldalnak. Eddig is próbáltuk jól kezelni a kategóriákat, a különböző cikkekhez, programokhoz köthető kategóriákat. Most már számos tapasztalatot felhasználva ezt újra gondoltuk és leegyszerűsítettük. Tehát a honlapon egyrészt helyet kapnak külön megjelenítési felületen a programok, másrészt pedig a tudósítások, beszámolók pedig egy kicsit az olvasók demográfiai viszonyának megfelelően alkalmazkodva, mindig azon a felületen, ahova mi szánjuk a fiatal olvasókat, illetve kicsit elkülönítve az idősebb vagy középkorú olvasókat, nem is igazán korosztály szerint megosztva, hanem talán a rendezvények komolysága. Az egyik ilyen rovatunkat, talán nem árulok el nagy titkot, Páholynak neveztük el, és azt hiszem, hogy ez is így kifejezi. Tehát az a felület, ahova az ember így felveszi a csinos ruháját, az alkalmi ruhát, az külön helyen megtalálható, mint a farmeros, nagyjából így tudnám összefoglalni. Tehát nem csak a fiataloknak szól az oldal, hanem minden korosztály. Mindenkinek, és szerencsére tudjuk és értesülünk róla, hogy számtalan akár nyugdíjas olvasónk is van, és ez nagyon nagy öröm, hogy át tudtuk lépni ezt a korosztálybeli szakadékot is az oldallal. Technikai újdonságokat mennyire fog tartalmazni, például a frissítések milyen gyorsak lesznek az oldalon? Hát ez volt, ez szintén egy nagyon fontos volt, hogy a látogató csak azt látta, hogy fent van a program, fent van a beszámoló, de ő nem tudta, hogy a mögött mennyi munka van, hogy az oda felkerült. És a mi munkánkat is, a szerkesztők munkáját is, akár programfeltétel, akár beszámol, akár fotogaléria, sokkal könnyebb lesz feltenni, sokkal gyorsabban fogunk ezután publikálni. Nem telik el azzal óra, hogy kimenjen egy fotogaléria, vagy egy videót megjelenítsünk, mert ezek nagyon sok időnket elrabolták. Úgyhogy már most teszteltük az oldalt, folyamatosan töltöttük fel az eddigi programokat, és villámgyorsak lettünk az elmúlt időt. Azt nem domborítottuk ki, hogy ti magatok voltatok a technikai fejlesztői is ennek az új oldalnak. Tehát nem külsős cég készítette a ti ötleteitek alapján, hanem ez a szerkesztői csapat. Pontosan. Pontosan, ez kezdettől fogva így volt, és ehhez a kis jogunkhoz mi ragaszkodunk is, hiszen továbbra is azt a tulajdonságunkat emelném ki, hogy magunkkal szemben vagyunk a legkritikusabbak, és szerintem azt nincs olyan fejlesztő cég, aki elviselte volna azt a már szőrszál hasogatóan akkurátus kritikus hozzáállás, mint amit mi itt egymással leműveltünk a fejlesztés során. Másrészt pedig nem rossz dolog függetlennek lenni ebben is, tehát hogyha tovább akarunk újulni, akkor nem kilincselni és összedobni a forrást, összekoldulni a forrást hozzá, hanem már jártasságot szerezve ezt önállóan meg tudjuk lépni, ez nem kis dolog. Az előző oldalnak egy óriási értéke, hogy 10 évnek a tartalma, eseményei, rendezvényei megtalálhatóak rajta. Mi lesz ezzel az oldallal? Átmigráljátok a tartalmat, át lehet rá linkelni, mi lesz az elmúlt 10 év anyagával? Sárvarikum.hu most fog elindulni,
de tartalmilag 2016. január 1-jével fog elindulni. A 2016. január 1-jével lévő programajánló publikációk, galériákat fogja tartalmazni. A láthatatlan sárvár, az ezelőtt itt publikációink, ezek mind megmaradnak, csak egy archív oldalon. Erre lesznek megoldások, és az olvasó könnyen meg fogja találni a 2013-as bejegyzést is, nem fog elveszni. Mindent rá fogunk mutatni, oda fogjuk irányítani. Egyelőre most majd csak a 2016-os híreink lesznek fent, de az indulás követően egy hét múlva, két hét múlva már az archív is elérhető lesz. Ott szeretnénk még egy kicsit formálni, kicsit az új felülethez igazítani a láthatatlan sárvárt, és azután teljes mértékben elérhető lesz minden tartalmunk. Mikor indul a sarvarikum.hu? Finisben vagyunk a munkálatokkal. A jövő héten, az azt jelenti, hogy április 26-án fogjuk élesíteni a honlapot. Mikor reggel? Reggeltől. Reggeltől, úgyhogy reméljük, hogy sokan kíváncsiak rá, és sokan rá kattintanak. És várjuk természetesen a visszajelzéseket is, hiszen talán kiderült itt a beszélgetésből, hogy ez mennyire fontos nekünk. Még annyit erről, hogy semmiképpen nem akartunk egy ilyen nyomasztóan esztétikus, ilyen hotelek világához tartozó ilyen csillivilli felületet. Nálunk a funkció és a szemnek kényelmes arányok vannak előtérben. Nem szerettünk volna gicsparádét varázsolni az oldalból. Azt hiszem, hogy mi legalábbis úgy gondoljuk, hogy sikerült ezt megvalósítani. Köszönöm a beszélgetést, és ha megengeditek, akkor kamerával majd mi is megmutatjuk a televízió nézőknek, amikor élesítitek az oldalt, hogy milyen is lett a sarvarikum.hu. Köszönjük szépen! Köszönöm, és további jó munkát! Köszönöm! Kedves nézőinknek pedig köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!